Sziasztok, itt Láng Viktória és Sós Brigitta. Ez itt a Kultix. A következőkben egy mostanában elterjedt őrületről fogunk szót ejteni, bemutatjuk nektek, hogy mi is az a flashmob. Ezután egy kis ízelítőt kaphattok a hazai villámcsődület rendezvényekről. De addig is szóljon egy már jól ismert dal a halott pénztől, ez itt az Ugyanúgy Hallasz. Tartom, hogy itt van a vég már. Kérted, hogy szóljak, de mégsem tudok bár. Megittam egy kávét, hogy erőre kapjak, hogy én legyek az, aki benned majd lakhat. Miért? A szavakon túl is ér. Aki szeret a nulláért, aki szeret a nulláért, az a szavakon túl is. Tudtam, ugyanúgy hallasz. Tudtam, hogy ugyanúgy hallasz. Nézd magamat belülről. Tetszik mégis felülről. Tudtam, ugyanúgy hallasz. Tudtam, hogy ugyanúgy. Szürke nappalok és szürke nappalik. Hol van a fény, ami bennetek lakik? Itt van a lelkem Pesten, mégis Pécsen hagytam a testem. Mondd el, hogy értsem azt, amit mondtál. Mondd el, miért nem értem mégse. Nem vagyok az, akit vártál. Értsd meg, de ugyanúgy harcolok, érted? Tudtam, ugyanúgy hallasz. Tudtam, hogy ugyanúgy hallasz, mint én. Magamat belülről. Tetszik mégis felülről. Tudtam, ugyanúgy hallasz. Tudtam, hogy ugyanúgy. Ha nem jön a holnap, holnap mi legyen, legyen-e ugyanúgy, mint tegnap, ugyanúgy marad minden, mint ahogy látod idekint. Mindenki kérdezi, mi van veled, de itt van az új év, rád vár. De nem akarok más már, csak amit te adnál, az, amit másod nem kell. Tudtam, ugyanúgy hallasz, tudtam, hogy ugyanúgy hallasz, mint én. Magamat belülről, tetszik mégis felülről. Tudtam, ugyanúgy hallasz, tudtam, hogy ugyanúgy hallasz, mint én. Magamat belülről, tetszik mégis felülről. Tudtam, ugyanúgy hallasz, tudtam, hogy ugyanúgy hallasz, mint én. Magamat belülről, tetszik mégis felülről. Tudtam, ugyanúgy hallasz, tudtam, hogy ugyanúgy hallasz, mint én. Magamat belülről, tetszik mégis felülről. Hol van a bánat, hol van a nálad, amit most gondolsz, írd le. Nem megyek mással, nem megyek mással, nem megyek máshova, én el. Mindenki kérdezi, mi van veled, de itt van az új év, rád vár. De nem akarok más már, csak amit te adnál, az, amit másod nem kell. Tudtam, ugyanúgy hallasz, tudtam, hogy ugyanúgy hallasz, mint én. Magamat belülről, tetszik mégis felülről. Tudtam, ugyanúgy hallasz, tudtam, hogy ugyanúgy hallasz, mint én. Magamat belülről, tetszik mégis felülről. Ahogy az imént beharangoztuk, a következőkben a villámcsődület fogalmával és pár hazai példával fogunk foglalkozni. De kezdjük az elején! Mit is jelent ez? Villámcsődület, flashmob. A nevéből ítélve egy hirtelen összeverbuválódott csoportos mókázásról van szó, ami azért félig meddig igaz is. Ugyanis akármennyire randomnak tűnik a dolog, hosszas tervezgetés és ötletelés előzi meg az egész eseményt a szervezők részéről. Másrészt, amilyen gyorsan elkezdődik, olyan hirtelen be is fejeződik egy ilyen csődület. Van, hogy az embernek szinte felfogni sincs ideje, hogy mi történt körülötte. Mielőtt folytatnánk a részletekkel, hallgassunk egy kis zenét! Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't
A 2000-es évek elején kezdődött, hol máshol, mint Amerikában. Az első flashmob New Yorkban volt 2003 májusában, ám itthon sem kellett sokat várni, még ugyanebben az évben nyáron megtörtént itthon is az első ilyen esemény. A flashmobokat civilek szervezik civilek számára, célja a mókázás, néhány esetben pedig a közvélemény figyelmének felhívása egy társadalmi problémára. Ám a média olykor szereti kiszínezni a dolgokat, hiszen sokszor politikai demonstrációként szerepelnek a híradókban a flashmobok, tévesen. Valljuk be, milyen politikai indítatása lehet egy párnacsatának vagy egy bujócskának, pontosan egy nagy semmi. Na de térjünk a gyakorlati oldalára a dolgoknak, vegyünk példaként per hazai villámcsődületet. Egy budapesti fiatalokból álló civil szervezet, a Budapest App fél évente, negyed évente rendszeresen szervez különböző mókázásokat. Legutóbb például Budapesten a Hősök terén volt párnacsata. Vicces lehetett a turisták számára, hogy hirtelen egy csomó ember jelenik meg a téren párnákkal, és elkezdik egymást püfölni, a gyermekektől kezdve egészen az idősebbekig. Itt azonban azt is észrevehettük, hogy azért annyira nem egy hirtelen történő eseménynek lehettünk tanúi, ugyanis az egésznek a szervezői is jelen voltak, hogy koordinálják ezt a mulit, és természetesen, hogy ők is részt vegyenek benne. Ezelőtt pedig egy vízi csata volt, nyilván akkor azért melegebb volt az idő, nyár vége fele történt az egész. Ha megnézzük közelebbről, a párnacsaták és vízi csaták váltogatják egymást évszaktól függően, persze azért más dolgokat is szerveznek, csak hogy ne legyen unalmas. Volt már zászlóroposdi, azaz Capture the Flag, az egész városon keresztül. Természetesen mások is szerveznek flashmobokat, idén április 1-én például több is volt. A Deák téren például egy Monty Python jelenet elevenedett meg, mindenki a hülye járások minisztériumába sietett. Érdekes volt kívülről nézni, ahogy 100-150 ember viccesebbnél viccesebb módon sétált a Deák téri templomtól egy kis utcán. Természetesen a média is megjelent. Aznap volt egy másik tömegjelenet is, Budapest kedvenc svéd bútoráruházában. Ott bújócskáztak az egybegyűjtek, noha az üzletvezetőségének ez annyira nem tetszett. Kora este szétrajzottak a mókázók az épületben, majd két hunyó elkezdte keresni az embereket, akik részt vettek a játékban. Az áruház nagyságából adódóan egy nem is olyan rövid flashmob vette kezdetét.
Bár április 1-je elmúlt már, nem kell aggódnunk, hogy sokáig nélkülöznünk kellene ezeket a kreatív rendezvényeket. Vélhetőleg a közeljövőben megrendezésre kerül a már korábban említett zászlólopósdi az egész városon keresztül, illetve a nyár folyamán majd leshetjük a köztereket, hogy vajon melyik nagyobb szőkőkútban fog csobbanni a sok-sok hűsölni és mókázni vágyó jókedvű fiatal. Láng Viktóriát és Sós Brigittát hallottátok itt a Kultixen. Találkozunk a következő flashmobon. Sziasztok!